Látszottra, mintha mi sem történt volna. Úgy gyűri magát, ár a bemelegítésnél, a gemen zsúdó két friss diákolimpiai bajnoka, a kék felsőben gyakorló Sárosdi Ákos, és a szomszédságban szintén fekvő támaszozó, ezáltal erősítő Hilbert József, aki a magasabb súlycsoportban lett szintén diákolimpiai bajnok. Annyi korábbi második-harmadik hely után egy értékmérő, fontos, az útjukat kijelölő sikerrel indult számukra az év. Hilbert József azt mondja, nem is maga a sikeresen megvívott döntő, hanem az odáig vezető úton megvívott meccsek voltak számára a legnehezebbek, ezáltal a legemlékezetesebbek is. Például a Csorba János elleni, amelyen fordítania kellett. Amire készültem, amikor hátra döntöm, ugye nem jött be, más nem lépett be arra, és ezért be kellett volna húznom azt a kezet, és úgy kellett volna megdobnom, de elé léptem a lábbal, és úgy meglepett ő is valamiben, de te is túl készültél belőle. Igen, ő is megdobott. Aha. És akkor tulajdonképpen mi döntött végül is az utolsó fél perc, egy perc, hogyan dölt a meccs? Megdobtam egy iparra. Ennél nincs jobb, hatásosabb ebben a sportágban, ő, mármint Hilbert nyert, és ipponnal. A kis Sárosdi papírforma győzelmekkel indított, az 50 kilóba még igazán nem beleerősödött ellenfelekkel szemben. A középdöntő már felettébb izgalmas volt. Egy Vazalival sokáig vezetett az ellenfél. Utána pedig megdobtam, és kifeszítettem a karját, és így megnyertem. És nem volt tovább, ipponnal egyenértékű volt ez a Sárosdi akció. Szepesi József vezetőedző a rá nem jellemzően, majdnem maximálisan elégedett volt a srácokkal, és úgy általában a másik két csapattaggal is. A diákolimpia az ebben a korosztályban, az utánpótlás korosztályban, a magyar bajnokság után az egyik legfontosabb, legjelentősebb verseny. Ennek tükrében csak azokat a fiatalokat vittük el, akik valamilyen szinten esélyesek a dobogóra, illetve pontszerzésre. Négy fővel mentünk. Nagykörösön volt ez a verseny. A eredményeink azok várakozáson felül sikerettek. Ugye egy aranyéremben nagyon bíztam, a két kiemelt versenyzőnkből bejött mind a kettő, hál' Isten. A Metzger Botond is nagyon szépen szerepelt, de el kell mondanom, hogy a harmadik meccsén ő neki eltörött az ujja egy szabálytalan fogásból eredően, és utána még nyert egy meccset, majd a következő meccseit már ugye fájdalomtól nem tudta végigvinni, nem tud koncentrálni, és így ő hetedik lett. Móga Martin egy nyert, egy vesztett meccsel helyezetlenül zárt. Az aranyaknak már most úgy tűnik, hogy a közeljövőre nézve is van fedezete. Kezdeném talán Sárosdi Ákossal, súlycsoport miatt is, ugye alacsonyabb súlycsoportba megy. Ő bebizonyította, hogy a magyar mezőnybe a legjobb, 50 kilóban. Minden ellenfelét nagyon magas szinten ipponnal verte. A Hilbert Józsefről ugyanez elmondható. Neki talán annyival kicsit jelentősebb a sikere, mert a tavalyi magyar bajnoka kezdett, aki a döntőbe jutásért tavaly kikapott tőle. Most nagyon gyorsan, nagyon határozottan megverte. Utána ment a döntőbeli emberkével, akivel ugye tavaly nem mehetett, mert másik ágon voltak, azt is simán leiskolázta, és utána volt még két nyert meccse, úgyhogy ők állítom, hogy a magyar mezőnybe súlycsoportjukban most jelen pillanatban a legjobbak. És hogy ez tartósan fent maradjon, ezért a heti öt edzés, ahogy mondani szokás, alap mindkét új hullámos szekszárdi judokánál.